Jó napot kívánunk! Ez a Máltai Podcast, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két hetente jelentkező magazinműsora, amelyben a máltai közösség tagjai mesélnek pályafutásukról, szolgálatukról, választásaikról, motivációjukról. Mai vendégünk dr. Erős Lóránd, szeretettel köszöntöm a stúdióban. Dr. Erős Lóránd neurológus, idegsebész, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgatója. Prima díjas, a Magyar Tudományos Akadémia Hemingway Alapítványának díjazottja. Nevéhez fűződik az első Magyarországon robottal végzett agyműtét végrehajtása. Fiatal korában a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei között találhattuk őt. 2013 óta a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, 2015 óta a rend magyarországi szervezetének is potályosa. Nagyon sok mindent tudnék még rólad mondani, de röviden talán ennyit, és vágjunk is bele. Ha jól olvastam rólad, 10 éves voltál talán, amikor egyedül elmentél Angliába. Igen, húha. Nem is tudtam, hogy még ilyen információk is keringenek a minden tudó világhálón. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas pillanat volt 1975-ben, amikor 10 évesen először utaztam külföldre, mert hogy a család nem kapott útlevelet, hát értelemszerűen a politikai helyzet. Rendszeridegennek számítottatok a szocializmusban? Igen. Klerikális reakcióhoz tartoztunk, így, ha kategorizálták az ellenzéket, és miután a család már a származásából adódóan is ugye nem volt, rendszeridegen volt, ezért hát végül egyedül szülők nélkül engedtek ki. Családunknak majdhogynem az összes tagja 56-ban, illetve azt követően 60-as években távozott az országból, emigráltak politikai okokból, és így a szüleim maradtak csak itt mindkét családi ágon a nagyszülők miatt, mert ők nem hagyták az országot. Így én először Londonba, illetve Oxfordba mentem tanulni nyelvet a kinti család meghívására. Ez elég jó befektetésnek bizonyult, ha jól sejtem. Igen, az oktatás mindig jó befektetés, ez bevált nálam is, úgyhogy a gyerekeimnél is ezt alkalmazom. És ugyancsak, ahogy olvastam rólad, hogy fiatal korodban a nyaraid nem múlhattak el nyári munkanélkül, és egy ilyen alkalomnak köszönhetett talán a pályaválasztásodat is? Tapolcai kórházba mentem műtőssegédnek a harmadik gimnáziumban. Bocsánat, mit tudtál ott csinálni 17 évesen? Hát ott tologattam a betegszállító kocsikat, segítettem kivinni amilyen vérrel teli edényeket, segédkeztem a műtős fiúnak a keze alá, vagy a műtős nőknek, de persze nem a műtét közben, hanem műtét előtt, után nővéreknek besegítettem ágytálazni. Szóval azokat a munkákat, amihez nem kell szakképzettség. És az egyik napon történt egy nagy baleset? Igen, a tapolcai kórház az ugye közel van a Bakonyi Fennsíkhoz, és ott van egy gyakorló terepe a hadseregnek, és egy hadgyakorlat kapcsán belerepült az egyik helikopter egy jegenyes sorba, lezuhantak, és hát 3 katona volt a helikopteren, fiatal fiúk, őket behozták a tapolcai kórházba. Az egyik fiú az halott volt, azt elszeparáltuk, a másik fiúnak tompa hasi sérülése volt, azt azonnal leállították a két műtőből az egyiket, ami éppen már befejezte a munkát, de már a következő elektív beteget nem vitték be, azt őt vitték be, és a harmadiknak megnyitva volt a koponyája, széthasadva középen, úgyhogy az agyhártya is szétnyílt, és láttuk a pulzáló agyát, az teljesen éber orientált katonának, beszéltünk is vele, nem is tudta, hogy nyitva van a koponyája, és ő hozzá meg egyből küldték a helikoptert, és vitték föl Budapestre. De mi ragadott meg mindebből téged?
Az az intézkedés sor, az a, ahogy a sebész főorvos átalakította a kórházat, egy kis vidéki sebészeti osztályt, egy akut katasztrófa ellátóhelyé. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan, határozottan, pattogósan, de mégis... Fölgyorsultak az események, és nagyon hatékonyan dolgoztak, és életet mentettek. És hát ez az életmentés, ez mindig, azt hiszem, mindenki számára egy olyan pillanat, amikor hát emocionálisan is megfogja az embert az, hogy mit jelent valójában az, hogy valakit itt tartunk még a Földön magunk között, és megmentjük az életét. Mikor fordult az érdeklődésed az általános orvoslásból, vagy a sebészetből kifejezetten az agysebészet felé? Bristolban, a Frenchy Hospitalban ott végeztem a gyakorlatokat, és hát ott találkoztam az idegsebészekkel először, amikor ott az ember meglátja a nyitott koponyát, és ott pulzál az egész személyisége annak az embernek, az egy nagyon felemelő érzés. És hát a másik, hogy egy esztétikailag is egy olyan élmény, akár a koponya bázison operálni, vagy az agykamrákban operálni, ami helyre ugye kevesen jutnak el, és ezek azok a vizuális, emocionális élmények, intellektuális élmények, akár egy neurológiai korképnek a kiderítése, ami megfogja a medikust, hogyha erre fogékony és érdeklődik. Muszáj föltenni a szemüvegemet hozzá, hogy tudjak idézni egy nyilatkozatodból, mert ugye akkor egyetemistaként nyilván még jóval kevesebbet lehetett látni az agyból, viszont egy 3 vagy 4 évvel ezelőtti nyilatkozatodban úgy fogalmaztál, hogy az új képalkotó eljárásoknak köszönhetően olyan agyterületeket, idegpályákat is látunk, amelyeket 5 éve még nem. Látjuk az agyi funkciók működését, képesek vagyunk érzékelni az agyban a páciens kezének mozgását, gondolkodását is, hogyha belenézel valakinek az agyába. Mi az, amit már így műtét kapcsán, mi az, amit te ott látsz? Hát a műtét kapcsán ott elsősorban anatómiát látok, de hogyha ugye éber műtétet végzünk, ami azt jelenti, hogy a beteg fönt van a műtét során, nem altatjuk el, és folyamatosan kommunikálunk vele, akkor bizony a funkciókat tudjuk tesztelni. Az igazi kérdés az, hogy látod a gondolatot, vagy azt még nem látod? Azt a gondolatot még nem látjuk. Viszont azt látjuk ma már a képalkotó vizsgálatokkal, hogy mely területek válnak aktívá, például a memória használatánál, mely területek válnak aktívvá, amikor a látókérgünk működik, mely területek válnak aktívvá, amikor beszélünk, lehet láttatni a mozgásnak az agykérgi reprezentációját. Ezt hívják funkcionális embernek, illetve most már azokat a mély fehér állományi pályákat, amik egyáltalán nem különülnek el makroszkóposan a pálya melletti területtől, azokat is most már lehet látni, és egész pici agymagvaknak az összeköttetéseit lehet feltérképezni az agykéreggel. Pontosan hogy van bekábelezve az a mag az agykéreghez. És ezek nagyon fontos adatok ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk operálni. Egy nagyon rövid kitérő erejéig, és akkor volt olyan beteged, akivel beszéltél, miközben műtötted, és volt, aki csellózott? Hogyne, hát ugye van olyan betegség, ami a finom motoros mozgásokat rontja. Ugye a Parkinson kór is ilyen, vagy más reszketéssel járó betegségek, mondjuk ha példát keresünk. És ennek a finom mozgásnak a műtét alatti ellenőrzésére
behoztuk egy csellóművésznek a csellóját, és az agyműtét alatt játszott nekünk, és néztük, hogy hogy tudjuk javítani a stimulációval a műtét előtti rossz mozgását, illetve hogy esetleg okozunk-e mellékhatást a csellózás során, a finom mozgások alkalmazása során. Ez egy nagyon izgalmas, szép műtét volt. És 2018-ban pedig ugye Magyarországon, illetve mondhatjuk, hogy Közép-Európában elsőként te hajtottad végre a, úgy kell mondani, robotasszisztált műtétet, ami azt jelenti, hogy te végezted a műtétet, de nem a két kezeddel, mert a két kezedet a robotnak a karja pótolta, amikor az elektródákat beültette egy 70 éves Parkinson-kóros, most engedj meg némi laikusoknak szóló egyszerűsítést, egy 70 éves Parkinson-kóros nyugalmazott rendőrnek az agyába. Szerencsénk volt, hogy egy rendőr volt, hiszen egy nagyon fegyelmezett valaki volt, és nagyon jó partner volt ahhoz, hogy egy ilyen műtétet Magyarországon elsőként elvégezzünk. És amellett meg nagyon szerencsés volt, hogy egy nagyon pozitív személyiség a mai napig remekül van, jön kontrollra 2018 óta minden évben hozzám. Akkor is nagyon jókedvű volt, és nagyon pozitívan állt hozzá, és nagyon hitt a gyógyulásába, és most is egy nagyon pozitív személyiség továbbra is. A robotot ugye Rózának hívják. Igen. Az ő segítségével végrehajtott műtéteknél ugye az egyik, amit ki szoktak emelni, hogy nem fárad el, és pontosabban lehet vele nagyon szűk helyeken beavatkozást végezni. Hány óráig tartott a leghosszabb műtét, amit te csináltál? Hát az volt 8,5. Erre hogyan trenírozod magad? Egy darabig ugye adottságként tekintettem, hogy tudok akár 50 órát is fönt lenni, tudok végoperálni egy éjszakát, egy másnapi munkanapot és még egy estét. Tehát fizikailag úgymond kellően sport, tos alkat voltam, ugye sokat sportoltam fiatalon is, meg hát most is azért igyekszem erre figyelni, de a fizikai állóképesség az adott volt. Külön akkor nem tettem nagy hangsúlyt arra, hogy ezt szinten tartsam, ez ment úgymond magától. Most már ugye 50 fölött szükséges, hogy az ember ezt kognitíve is uralja, és időt szálljon rá. Néhány évvel ezelőtt a Harvardon végeztél nemhogy orvosvezetőknek szóló képzést, hanem sebészeti vezetőknek szóló képzést. Ez miből áll? A világ minden tájáról 120 embert válogattak ki a jelentkezés alapján. Ugye a sebész az alapvetően egy sajátos embertípus, ugye nem annyira verbális, nem annyira grafomán, ugye szereti a gyors, határozott döntésekkel megoldani a kérdéseket, de vezetőként ugye ez nem mindig megy így, mert azért emberek vesznek körül, és egy csapatot vezetni, azt csak ilyen attitűddel, hogy oroszlán szív, acél idegrendszer, és női finomságú kéz mozgás, ez úgy kevés. Tehát meg kell tanulni a finanszírozásnak a kérdéseit, meg kell tanulni menedzsment kérdéseket, meg kell tanulni minőségbiztosítási kérdéseket. Ezt nyilván minden orvos igazgatónak el kell sajátítani, de mi az, amit a sebészek irányításához kell megtanulni? Itt inkább arról volt szó, hogy a sebészeket ilyen irányú képzésben részesítették. Nem a sebészeket kell irányítani, hanem az intézményt, az jó osztályt, a kutatócsoportot, erre szolgált ez a képzés. Tudjuk, hogy Kozma Imre atya hittanos tanítványai között ott ültél, ott voltál 89-ben, amikor a Máltai Szeretetszolgálat megkezdte a tevékenységét. Ugye Imre atyától azt szoktuk mindig idézni,
hogy a Mátai Szeretetszolgálat talán legközvetlenebbül abból a tanításából érlelődött, ami azt mondta, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, és ezt ő meg is követelte. És te is jártál a Baba utcába, ahol az utolsó helynemedén kóros emberek éltek vastüdőben, ágyakon. Hát Imre atya nem, igazából nem is követelt tőlünk, ő példát adott, és ez a példa, ez úgy magával ragadott mindannyiunkat. Nem csak nagyon jól tudta közvetíteni a szeretet üzenetét a gyakorlatba, hanem ezt ő meg is tudta valósítani, volt egy karizmája erre, vagy van egy karizmája erre. Úgyhogy ezt a például a Baba utca, ahol a helynemedinesek utolsó néhány tagja élt egy közösségbe, ők szoros barátokká váltak számunkra, és nem is tudom, hogy volt arra időnk, hogy csütörtök este a hittan előtt fölmentünk értük, ugye nem volt kocsink, gyalog, fölöltöztettük őket, letoltuk a Rózsadomb tetejéről Zugligetbe, majd akkor este 9-kor vége lett vagy 9:30-kor a hittannak, hosszú beszélgetés még az utcán, majd föltoltuk őket, és aztán még utána haza is mentünk. Szóval, és ez egy most egy ilyen pillanatnak tűnik, de ha most ezt végig gondolom, hogy mennyi időt szántunk erre, ugyanígy az idős otthonba jártunk az Mária remetén, ha reggel 6-kor fürdetni az öregeket. Hát ez kellett, ez a közösség, amit ő fölépített. Amit a Máltai Szeretetszolgálat indulása utáni, nevezzük így hőskorszaknak szokás emlegetni, tehát az első néhány évnek ezek az emblematikus eseményei, benned hagyott valamilyen történés mélyebb nyomot, akár a romániai forradalom, akár a kelet-német menekültek, akár a első hajléktalan emberek számára nyitott zsíros kenyerező, szálló, vagy huszáj. Hogyne, hát ugye én akkor már akkor kezdtem dolgozni, 90-ben végeztem, akkor kezdtem dolgozni a MÁV kórházban, idegsebészeti osztályon, 91-ben, és hát számtalan kamion érkezett egészségügyi segédeszközökkel, úgyhogy a kórháznak elég sok ágyat és egyéb más eszközt tudtunk behozni. Jártam ki a vonatra, hajléktalan vonatra kötözni, vittem az akkori barátnőmet, aki hát bölcsész volt, most is hát volt barátnőm, jelenleg a feleségem. Tehát ő ugye meg volt döbbenve, mert hát soha nem került olyan környezetbe, ahol a szagok és a képek azok elég riasztóak tudnak lenni. De hát ott ő asszisztenskedett velem, és ez is nagyon szorossá tette aztán a kapcsolatunkat. És aztán, mikor meg a hajóra kerültek a hajléktalanok a Dunán, hát ott is izgalmas események voltak, amikor volt olyan, aki ilyen hipohonderként fulladásos rohamot produkált, és amikor előkaptam egy szikét, hogy most akkor azonnal átvágom a torkát, mert mindjárt megfullad, akkor mármint gégemetszés céljából akkor úgy fölpattant az ágyról, és kimenekült a vizsgálóból, tehát rengeteg ilyen humoros esemény is volt velük, meg... Már számunkra egy utólag talán viccesnek tűnik, ő lehet, hogy másképp emlékszik rá, de a máltai önkéntes tevékenységedből aztán a szuverén máltai lovagrend tagjává léptél át, vagy hát ez párhuzamosan zajlik a kettő, vagy ezt hogyan kell értelmezni, illetve hát ispotályosi tisztséget is ellátsz most már 7. éve. Igen. Számodra ez mit jelent? A rendbe való belépésemet megint ugye Serse la femme, a feleségem iniciálta, mert az ő családjában a rendi vezetés tagjai voltak, a Palavicsini Huber és Károly, ők voltak a nagymester közvetlen munkatársai Rómában. Ők két szerzetes volt, tehát ők családjuk nem volt, szegénységet fogadva
éltek ott, és irányították a lovagrendet, és hát ha már aktív voltam a szeretett szolgálatban, akkor javasolta, kérte, hogy hát akkor miért ne a rend felé is nyissak, és végül aztán így kerültem kapcsolatba a renddel, és ez az ispotályos funkció, ez arra szolgál, hogy a rend szociális és egészségügyi tevékenységét az ispotályos irányította 900 éven át. Ugye ő vezette mindig az ispotályos magát, az ispotályt, ahol a betegeket ugye gyógyították a rendben. Ez most már ugye megváltozott, hiszen ez a karitatív szervezet professzionalizálódott, ugye itthon Magyarországon szeretett szolgálatként, önálló egyesületként, tehát itt már nem önkéntesek irányítják a szervezetet, hanem fizetett alkalmazottak dolgoznak, és hát persze is sokkal hatékonyabb. Nagyon sokat lehetne beszélni ugye a szuverén máltai lovagrendről, de most én fókuszálnék inkább az egyik jellemző vagy jellegzetes elkötelezettségre, ezek pedig ugye, amiben a magyarországi szervezet is részt vesz, a lurdi zarándoklatokon való részvétel. Te magad is jártál Lourdesban ugye több alkalommal a rend tagjaként. Számodra mit jelentenek ezek az alkalmak? Illetve bocsánat, azt még mondjuk el, ugye, hogy ilyenkor vagy kerekesszékben élő, vagy tartós beteg embereket visznek a magyar máltai rendtagok is, kísérik őket erre a zarándok útra. Tehát ez nem egy kirándulás, vagy nem egy szimpla zarándok út, hanem egy valódi szolgálattal egybekötött alkalom. Igen, hát ilyenkor ugye sok ezer rendtag gyűlik össze a világ minden tájáról, több mint 5000-en. Egy nagy esemény ez a rend életében, ez az zarándoklat, mert mindenki betegekkel érkezik. Mi magyarok is viszünk több mint 20 beteget. Részben tolószékhez kötött, részben pedig hát vannak, akik malignus kórképbe szenvednek, és azért ezt, jönnek. Bocsánat, ezt nem tudom, tehát, mit jelent. Hogy rossz indulatú daganatban, ja. Tehát nem egy tartós betegség, hanem lehet, hogy, hogy rövid idejük van hátra. Úgyhogy ez számukra egy nagy lelki feltöltődés, és hát mint tudjuk az immunrendszerünkre, ami befolyásolja akár a rossz indulatú daganatoknak a fejlődését is, hatni tudunk külső behatások révén is, akár legyen az vizuális, szenzoros, intellektuális, vagy spirituális. Úgyhogy a gyógyulások egy része lehet, hogy ilyen egyszerű biológiai okok révén történik. Nálam egy kicsit így fejben itt ér össze a robottal végzett agyműtét, a lurdi zarándoklattal, mert amikor a sajtótájékoztatón bejelentettétek ezt az első agyműtétet, akkor volt egy olyan mondatod, hogy óriási szerepe volt a műtét sikerében az, hogy ez a nyugdíjas rendőr ez akart gyógyulni, és ő elhatározta, vagy nagyon erős volt a motiváltsága arra, hogy ő meg fog gyógyulni, és hogy nem csak a sebészi beavatkozás, hanem az ő elkötelezettsége, vagy az ő elhatározás, vagy elszántsága is kellett ahhoz, hogy ez ennyire sikeres legyen. Igen, ez nagyon így van, aki hosszú éveket eltölt a gyógyításban, akkor az biztos, hogy találkozik ezzel a tapasztalattal. Én sem szoktam ma már beteget soha rábeszélni műtétre, hogyha látom, hogy borzasztóan retteg a beavatkozástól. Meg kell érjen a gondolat benne, hogy belemer lépni ebbe a rizikós beavatkozásba, mert azért az agyműtéteknek a nagyobb része az jelentős rizikóval jár az életminőséget tekintve. Tehát igenis, azoknál érjük el a legjobb eredményeket, a leggyorsabb fölépülést, stb. Akik elhiszik, hogy ők meg fognak gyógyulni, és akarják a gyógyulást.
Tehát így ér össze a hétköznapi ember szintjén a hit a gyógyulással és a modern orvoslással? Így is. Ez is jelentősen befolyásolja. De természetesen biztos vannak olyan csatornák, olyan utak, amiket nem ismerünk még. Hát erről talán akkor majd egy későbbi másik beszélgetésen ejtsünk szót. Az időnk lejárt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket. A Máltai Podcast mai adásában dr. Erős Lórád volt a vendégünk, akinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljött és megosztotta velünk mindazt, amit most hallhattunk tőle. És nagyon-nagyon szépen köszönjük az EVTN hálózathoz tartozó Magyar Katolikus Televíziónak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ehhez a felvételhez a stúdió technikát, a körülményeket. Köszönjük szépen. Köszönöm én is a beszélgetést.